Köszöntöm nézőinket! A járványveszély átírta az idei májust. Elsőként bemutatjuk, milyen volt a digitális ballagás a Veszprémi Szakképzési Centrum ipari iskolájában. Az összeállítást egy diák, Karfner Oliver készítette. Szó lesz még a balatonfüredi érettségikről, és korábbi adásainkból is válogattunk. Rájár a rúd az ipari búcsúzó diákjaira. Tavaly egy óriási zuhé miatt szorultak a könyvtárba, idén a járványveszély miatt kellett online ballagást szervezni. Csak a zászló járta végig az iskolát, a megszólalók mondandóját a kertben rögzítették. Különleges helyzetek, különleges embereket kívánnak, és ugye ez a mostani egy különleges helyzet, ezért is készültünk nektek, különleges embereknek, egy különleges ballagási műsorral, amelyet most itt az iskola kiskertjében veszünk fel. Persze ez a mondás meg is fordítható, és mondhatjuk azt, hogy különleges emberek vagytok, akik végig különleges helyzetben voltatok ebben az iskolában, több okból is. Először is 1987 óta nem volt ebben az iskolában olyan évfolyam, ahol csak 5 osztály lett volna. Ezt onnan tudom, hogy én is akkor kezdtem itt a tanulmányaimat. Másodszor abban a különleges helyzetben vagytok, hogy minden évben változott számotokra az előírt szakmai tanmenet, úgyhogy folyamatosan ehhez kellett igazítani nekünk azt, hogy mit tanítunk, nektek pedig azt, hogy mit tanultok. Ami azt illeti, a végzősök életében csak a tablók kihelyezése volt hagyományos, minden más eltért. A hosszan sorolt kiemelkedő diák és tanár teljesítményeket, az elmúlt 4 év eseményeit fotók idézték. Egyrészt sajnálatos, hogy a búcsúzók és búcsúztatók csak online láthatták egymást, de micsoda fegyvertény volt az, amivel az elmúlt 4 év zárult. Mire életbe lépett a digitális oktatási rend, az iparis diákok létrehozták virtuális iskolájukat, amiben kiválóan érezték magukat, így magától értetődően szervezték meg az online ballagást is. A képzelet téged vár, énekelte Bonyhádi Lili és Piltman Anna. Elnézve a diákok által készített ballagó videót, az iparisok számára a képzelet világa már el is kezdődött. Magyarországon 1851 óta érettségiznek a diákok. Az idei év különösen emlékezetes lesz, hiszen a többség csak írásbeli tett. Mindkét balatonfüredi középiskolában mindenki rajt hozzát annak ellenére, hogy a diákok maguk dönthették el, vállalják ez úgynevezett maturát. A Szent Benedek gimnáziumban és kollégiumban is mindenki a mostani érettségit választotta. A szakmai vizsgák külön kihívást jelentenek az iskolának. A cukrászok közül csak 4-en lehetnek majd például egy teremben. A gyerekek nagyon fontos a továbbtanulás kérdése. Tehát azt gondolom, hogy a pontokat jó, hogyha megszerzik, jó, hogyha lendületből tudnak tovább menni, és így tovább tudnak tanulni. Nálunk most jelen pillanatban 51 diák fog érettségizni ebbe az évbe, ebből 24 rendész hallgató és 27 sportgimnáziumi hallgató. Szakmai vizsgáink is lesznek, ugye 10 hegesztő fog szakmai vizsgát tenni, illetve 14 cukrásztanulónk fog szakmai vizsgát tenni. Ezek már egy kicsit nehezebben szervezhetők, nyilván az érettségi maga sem egyszerű, azáltal, hogy 10-re redukálja az egyterembe behelyezhető gyerekek számát. A védőtávolságok megtartása, javasolt a maszkok használata, nyilván nálunk a kesztyű használata is erőteljesen javasolt. Készülünk ezzel a fertőtlenítő géllel is, ami a testen alkalmazható. A szakmai vizsgáknak a lebonyolítása az nyilván ott még jobban kell figyelni a védőtávolságra, azáltal, hogy egy élelmiszert hoznak létre, egy melegebb, egy párásabb környezetben vannak, még nehezebb lesz. Hát nálunk konkrétan úgy lesz, hogy a szakmai vizsgán a cukrászoknál 4 gyerek fog egy adott időpontban vizsgázni, ami ugye kevesebb, mint a fele az elmúlt éveknek egy adott légtérben. Mindkét iskolában szeretnék megtartani a ballagást egy későbbi időpontban. A Lóczi gimnázium úgy, ahogy szokta, levonulva a kisfoldi színpadhoz, de a Szent Benedek iskolában sem marad el a búcsú az alma mátertől. Mindenképpen lesz egy személyes ballagás, mert ez nem online térben megrendezhető. Ez egy fizikai találkozás volt itt 4 éven keresztül. Egy közös öröm volt 4 éven keresztül, amit nyilván meg fogunk méltó módon lezárni, és arra majd hosszú távon bízunk benne emlékezni. Biztos, hogy lesz valamiféle online megemlékezés, tehát biztos, hogy készül kis videó, ahol megmutatjuk nekik az épületeket, egy-két könycseppettán kicsalunk a szemük szélére, de hogy mindenképpen személyes ballagás, amikortól erre a kormány lehetőséget ad, azonnal megszervezzük, ahogy tudjuk. Úgy tűnhet, aki szeretne, szinte bármilyen szakmát megtanulhat. Ez még sincs így, mert vannak fiatalok, akik nehezen jutnak el a nekik megfelelő foglalkozáshoz, hivatáshoz.
A palettán olyan iskolát is találtunk, ahol elsődleges feladat a személyes gátak feloldása. A pétfürdői Kolping iskola különböző csoportjaiban mintegy 180 diák tanul. Kostics Emerencia Szintia, első éves vendéglátó eladó tanuló. Negyedik óta ismerem a barátnőmet, és akkor ő jött ide ugye elsőnek, és mondta, hogy nagyon jó iskola, meg hogy nagyon szereti, és akkor így idejöttem. Nekem eleinte nagyon rossz volt a beilleszkedés, tehát én negyediktől nyolcadikig egyedül voltam lány, és ugye csak fiúkkal voltam, és most csak lányokkal vagyok, kb. 3 fiú van, de ugye a lányokkal úgy nem jött össze a kapcsolat, de most már úgy alakulgat. Az igazgató úr, meg az osztályfőnököm elmondta, hogy mit kéne változtatnom, és akkor így rájuk hallgattam, és így sikerült. Szeretnék még visszajönni még egy szakmára, legyen még egy, aztán utána elhelyezkedni a szakmában. Én a Fallerba kezdtem Várpalotán, ott nem igazán tudtam beilleszkedni, és kaptam egy lehetőséget, hogy váltsak iskolát, és ez volt az első igazából, ami az eszembe jutott. Miután átiratkoztam, rájöttem, hogy ez egy jó iskola, és sok sikerélményem volt. Itt nem az van, hogy a tanárok úgy osztályoznak, hogy te milyen ember vagy, hanem hogy tényleg, amire te képes vagy, ők azt próbálják belőled kihozni. Én a Fallerba is cukrász voltam, engem kiskorom óta hív ez a szakma, mert én egy, igazából úgy érzem, hogy egy darab sütivel is ki tudom fejezni azt, aki én vagyok. Én szeretném ezt a szakmát tovább folytatni, és remélem, hogy egyszer nyithatok egy saját cukrászdát is. Kovács Rihárd a lányoknál is nagyobb gondokkal érkezett a Kolpingba. Én ma itt letettem egy hidosztályt Tamásban segítségével. Tamásban, amikor rossz kedvem volt, vagy valami olyan volt, akkor mindig segített mindenben, amiben tudott. Segített, vitt előre, magatartásba, tanulásba. Ezt így sikerült 2 évet letennem. Rihárd így beszél választott szakmájáról. Megpróbálkozok vele, mert tudom, hogy ez egy nehézség azért nekem így az életben, de tudom, hogy azért sikerülni fog. Kezdőtől főtörekszek, a legmagasabbig, ameddig el lehet jutni, eddig főtörekszek. Visszanyerte önbizalmát, munkán alapuló jövőt tervez, a hozzá hasonlóan indulóknak pedig ezt tanácsolja. Aki például nem jó, tehát nem lesz meg a 8-a úgy érzi, vagy nem fogja tudni ott teljesíteni, ott van Tamás be, befogadja, még segít is, amibe kell. Mindenbe tud segíteni Tamásba. Lelki, mindenféle gond. Fodor Tamás címzetes igazgató, Tamásbá. Róla a Kolping iskolában általa kialakított légkörről, szellemről beszélnek a gyerekek, valamennyien elismeréssel, köszönettel. Mi az egész programunkat elsősorban ugye a problémás gyerekek köré építettük, tehát a problémáikra. Minden embernek vannak problémái, de ez nagyon-nagyon fontos, arra a problémára épül fel az egész pedagógiai program. Ami személyre porciózott figyelmet jelent, kis csoportos oktatást, egyéni foglalkozást és annyi beszélgetést, amennyi csak szükséges. 4-es célt tűztünk ki mi is, hogy jó ember, jó szakember, közösségi ember és felfelé néző, lefelé segítő embereket próbáljunk. Szakközépiskolává alakulhattunk, ami 3 éves szakma szerzés után 2 éves érettségi felkészülési lehetőséget adott. Ez az egyik oldal. A másik oldal a szakiskolai ág, amely a sajátos nevelésű igényű, enyhe fogban sérült tanulóknak az iskolája részszakképesítéssel. És a nagy szerelem, a HIT program, azoknak a tanulóknak, akinek nincsen meg az általános iskolai végzettsége, 6 vagy 7 osztályon van, és 15 éves elmúlt. Őket vissza tudjuk zárkóztatni az alapiskolai végzettség mellett egy részszakképesítést is kaphatnak. A tanulócentrikus oktatás, nevelő munka nem csak szép iskolai éveket ad a kolpingos diákoknak, de egészséges életszemléletet, szakmát, amit szeretnek, sőt, közülük nagy százalékban maradnak még, hogy egy másik szakmát is elsajátítsanak Pétfürdőn. Különleges kincset a diákjainak a Győri Iparművészeti Iskola.
a hazai népművészeti hagyományokra alapozva ismertetik meg a kortárs iparművészetet, irányzatokat, anyagokat, technikákat. Az itt végzettek sikeres vállalkozók lesznek, művészek vagy a világot értő kultúrát felnőttek, de mindenképpen győztesek. Az iskola egyik profilja a népi hagyományokat megőrizve szakmákat oktatni, a másik pedig a kortárs iparművészeti szakmákat megismertetni a diákokkal. A szakgimnáziumi részünkben tulajdonképpen divat, jelmezés, díszlettervező szakunk van, mellette van iparművészeti és képzőművészeti munkatárs, ahol ötvös és divat szakok oktatunk. A szakközépiskolai részben pedig faműves, bőrműves és fazekas szakok vannak. A diákok 9-esként ugye megérkeznek. Az első évben egy szakmai alapozó oktatásban vesznek részt, majd a 10-es koruktól kezdve műhely oktatásban részesülnek, és 12-es korukban érettségit tehetnek. Majd ezután 13-ban tulajdonképpen az OK-s bizonyítványt tudják megszerezni nálunk, akkor már ugye nincsenek érettségi tantárgyak, hanem konkrétan a szakmai munkára lehet koncentrálni, és egy vizsgamunka elkészítésével zárul a 13. év, amelyet egy vizsgabizottság előtt be kell mutatni, tehát egy elméleti vizsgát kell tenniük, és hogyha ez sikeres, akkor megkapják az OK-s bizonyítványt. Nagyon fontos az, hogy tényleg egy nagyon alapos rajzi képzést adjunk a diákoknak, ez 9-es koruk óta folyamatosan, 13-es korukig ez folyamatos dolog, amiben nagy óraszámban tanulják a rajzfestés mintázás tantárgyakat, amelyek egymásra is épülve és következetesen haladva végig megyünk például a rajzi dolgokba, a legegyszerűbb dolgoktól, a kockológián át, a csendéleten át, egészen addig, hogy modellt rajzolnak, egész alakot, portrét, stb. Tehát minden olyan dolgot próbálunk nekik megtanítani, amit tudnak hasznosítani a jövőben. Emellett nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy korszerű tudást adjunk a diákok számára. Ezt mondjuk úgy tudjuk elérni, hogy számítógépes oktatásban is részesülnek. Ezt minden szakon be tudjuk építeni, és azt a tervezésük és a műhely munka során is nagyon jól tudják hasznosítani. Négyszer próbáltam ide felvételizni, de előtte én egy másik iskolába jártam, egy programozó iskolába. Viszont akárhez én ide felvételiztem, én divatra akartam menni, viszont divatra nem mentek fel, mert nekem a matekom nem volt jó. Így hát megpróbáltam a fazekas szakmát, mert nekem még az is tetszett igazándiból. És felvettek ide erre a fazekas szakmára, igazából elsőre, tehát valahogy így kerültem ide. Ez a szakma, ez egy olyan ajándék igazándiból, ami rendkívül segíti a belső énünket kihangolni igazándiból, összehozni a barátokat. Tehát így együtt csinálunk egy dolgot sokan. És ez egy nagyszerű kincs. Tehát a kézügyességünk is fejlődik ezzel adódóan. Az édesanyám egyik barátnője ajánlotta az intézményt, hiszen az ő fia is ide járt bőrműves szakra. Eljöttünk a nyílt napra, és nagyon megtetszett az egész rendszere és a különböző szakok egyaránt. Ezt én előnyben részesíteném magát, ezt az iparművészetet, hiszen a hagyományokat őrizzük egyfajta formában. Vannak, akik ugye újítanak, de hát mikor nem volt ilyen. És hát tulajdonképpen ez elég izgalmas, amit itt csinálunk. Tovább szeretnék tanulni ugyanígy ötvös fémművesként, és majd egyéni vállalkozóként szeretnék elhelyezkedni. Azért választottam ezt a szakot, mert nagyon szeretem a ruhákat, és nagyon szeretem a színeket, és talán az is közrejátszott, hogy egy kihívásnak találtam, hogy minden embernek más alakja van, minden embernek más áll jól, és hogy ezt személyre rá kell szabni. És ezt a kihívásnak találtam, és nagyon szeretem. Nagyon-nagyon sok mindent kell tanulni, kell tanulnunk divattörténelmet, stílusismeretet, kortárs művészetet, illetve a szabásvarrást kell megtanulnunk, a tervezési folyamatot, ami eltart egészen az 5. évig, és hát nyilván kell hozzá az érettség is. Saját készítésű tárgyal örömet okozni, saját készítésű ruhát bemutatni, saját készítésű széken gondolkodni a jövőről,
Mindez megadatik azoknak, akik a Kovács Margit iskolában végeznek. A faműves vajáték készítő műhelyben tanuló lányok és fiúk megtanulják a népi faragást, és megtanulják a bútor tervezést, a bútor asztaloságot is. Ezt követően azt a bútort, amit elkészítettek, nagyon szépen díszítik különböző faragási stílusokban, áttört faragással, domború faragással, ékrovással, viaszberakással is megismerkedhetnek a tanulók. Fontos, hogy mindig fával dolgozunk, bútor lappal, illetve egyéb fahelyettesítőkkel nem, illetve a bútorasztalóságnak az igazi régi csapozásos technikáit tanítjuk meg a diákoknak. Hazánk az Európai Unió tagja. Nem csak az ebből adódó lehetőségeket, de a kötelességeket, szabályokat is idejében meg kell ismerni. Salgó Tarjánban játékos Európa napon tették próbára a fiatalokat a szervezők. Az Európa napon a bolyais tanulók játékos formában ismerkedhettek meg az Európai Unió intézményeivel, történetével és országaival. A salgótarjáni Bolyai János gimnáziumban több osztály részt vett a vetélkedőn, és a számos érdekes feladat mellett asztali teniszezhettek és focizhattak is a fiatalok. Az Európa nap az több magyarországi és európai középiskolában egy központi tényező, amikor az Európai Unióról tanulunk, vagy az Európai Unió értékeit képviseljük, vagy az Európai Unió gazdálkodását, gazdaságát vizsgáljuk, és ebben az iskolában egy versenygyőztesei, egy regionális versenygyőztesei dolgoznak, ezek a diákok, akiknek meg kellett szervezni ezt a napot, mert a regionális győzelem után az országos döntőre készülnek, és ennek része az Európa nap. De nem csak ennek része, hanem egy olyan programé is, amelyet úgy nevezünk, hogy az Európai Parlament Nagykövet Iskolája program. Magyarországon 41 néhány iskola már ezt a címet elnyerte, és további 10 iskola van versenyben a címért, ez az iskola is. Az iskolai rendezvényen a parlamenti vitában szintén kipróbálhatták magukat a diákok, ahol érvelni kellett egy adott állítás mellett, vagy épp az ellen. Nagyon izgalmasak voltak a feladatok, és ugye mivel ez egy összetett feladat volt, hogy ugye egyszerre kellett magukat a külön kisebb feladatokat végezni, és a kivetítőt is figyelni, hogy ugye az árfolyamok hogy alakulnak. Nagyon tetszett az EU-val kapcsolatos quiz kérdések, mert lehetett hasznosítani azt, amit már korábban megtanultunk. A fő program az pedig ez a nagyszabású tőzsdejáték, ahová minden osztály delegált egy ötfős csapatot, kisorsoltuk közöttük Európa tagállamait, és előzetes feladatként kellett készíteniük egy plakátot és egy verset, most pedig ebben a játékban kellett különböző részvényeket szerezniük, amiket aztán be kellett váltaniuk akkor, amikor a legtöbbet ért ez a részvény, mert folyamatosan változott a részvényeknek az árfolyama, és így kellett pontot gyűjteni. A salgótarjáni Bolyai János gimnázium 11. A osztályának 4 fős csapata nemrégiben Miskolcon megnyerte a Europe Direct által kiírt For Europe Európai Uniós verseny regionális döntőjét. Így a Dobos Zétény, Fülepi Dávid, Pádár Nikolett, Virágos Gergő összetételű csapat már az országos döntőre készül. Elég nagy reményeket fűzünk a kecskeméti országos döntőhöz, mert a regionális döntőn valahogy az jött le, és hát a zsűri értékelése alapján az derült ki, hogy fölénnyel sikerült nyernünk, amit mi is meglepődtünk, de hát ha már egyszer versenyzünk, akkor készüljünk fel rendesen rá. Csapatban kell dolgozniuk, gazdasági kérdéseket kell jól értelmezniük, Európa történetéről sok mindent kell tudniuk, de leginkább készségekről van szó. Tehát az, hogy egy csapatban gyorsan, jól megszervezve egy-egy versenyfeladatot meg tudjunk oldani, ehhez nagyon sok együttműködésre van szükség. A Europe Direct Nógrád megyei irodájának segítségével megrendezett Európa nappal a Bolyai János gimnázium egy komoly lépést tett, a Nógrád megyében elsőként megpályázott Európai Parlament Nagykövet Iskolája kitüntető címért. Végül következzen egy portré. A gasztronómiai világverseny a Bocuse d'Or legfiatalabb hazai győztese volt Póner Ádám. Csapatával mindössze 25 évesen ért el a világlista 12. fokát. Most séfként dolgozik a Kis Tücsök étteremben.
munkahelyén beszélgettünk vele. Ádám a budapesti József Attila gimnáziumban érettségizett. A következő lépésről így beszélt. Én nem úgy tettem fel magamnak a kérdést, hogy mit csináljak most, hanem hogy mit csináljak előbb. És én úgy döntöttem, hogy inkább először kitanulok egy szakmát, és akkor az ott lesz a kezembe, és akkor utána meg még el tudok menni egyetemre, ami még nem történt meg, de még mindig nem adtam föl. És ezt így gondoltam akkor, és a valóság hát nem így nézett ki. Ez úgy nézett ki, hogy a két éves iskolai időszakom alatt az első évben egy 4 hónapos ösztöndíjat kaptam a második fél évre. A második fél évben rengeteget jártam sztázsolni, és a második év második félévben pedig már a Bocuse d'Or európai versenyén voltunk Molnár Gáborral 2014-ben Stockholmban. És mire levizsgáztam, ezeken voltam itt szépen túl. József Attila gimnázium, majd a Gundel szakiskola, OK és bizonyítványa. Lehet, hogy Póner Ádám mindkét alkalommal jókor volt jó helyen. Ha az ember akar valamit, akkor mindig jó helyen lesz jó időben. Tehát aki akarja ezt a szakmát csinálni, az ezeket meg fogja találni. Szóval amit én nagyon sok szakoktatóval találkoztam az ősszel, és nagyon sok diákkal is, és nagyon sokszor kétfele megy a vélemény, de én mégis azt tudom mondani, amit én tapasztaltam, azt, hogy az elején ez iszonyatosan nehéz. Tehát, hogy nem szabad feladni az első két évben semmiképp, tehát hogy az tényleg olyan, hogy akkor föl kell, bármilyen fáradt az ember, bármennyire nincs kedve az egészhez, föl kell menni, és menni kell, be kell menni, és meg kell csinálni. És nyilván ez már úgy hangzik, egy kicsit meg is kell erőszakolni magát az embernek, de ez mindenre igaz, hogyha valamit el akarunk érni, valamit meg akarunk csinálni, ahhoz keményen kell dolgozni. Ez itt nincs mese, itt pedig még keményebben kell dolgozni, és még jobban oda kell magunkat tenni. Az rengeteg a tanulnivaló, rengeteget kell gyakorolni. Sikerek nem jönnek maguktól. Lehet, hogy valaki nyilván azt is be kell látni, és lássa is be valaki, hogy ez nem neki való. De ne az első nap, amikor mit tudom, mondjuk beállítják a zöldségelőket, és akkor pucolja meg 50 kg krumplit, és azt mondja, hogy hát ő ezt nem. Ezeken túl kell lépni. De és akkor hagyni kell egy kis időt, hogy az ember rájön arra, hogy ez nem neki való. De ha meg neki való, akkor pedig gőzerővel, teljes szívből és teljes odaadással kell csinálni. Más a versenyek világa, és más a mindennapoké. Napi keretek között hogyan érvényesül a kreatív önállóság? Az önállóság egy konyhán inkább abban merül ki, hogyha én valakinek azt mondom, hogy valaki nekem azt mondja, hogy csináld meg ezt, akkor mondjuk még két dolgot egyeztetünk, és onnantól kezdve az megy önállóan. Alapvetően meg csapatként működünk, tehát hogy mind a változó étlapot, és mind pedig a munkaszervezést, a rendeléseket, azt mind csapatként rakjuk össze. Ugyanígy, és ez a versenyzésre is igaz, ott is ugyan én voltam a reflektorfényben talán a legtöbbet, de mégis az egy kőkemény csapatmunka volt. Ugye három ember volt, aki a csapat magját alkotta, akik a főzésben részt vettek, mégis a háttérben rengeteg diák, meg rengeteg szakács segített nekünk, nem beszélve a külföldi segítségről, akik nélkül ezt nem lehetett volna megcsinálni. Hogy mi lesz a továbbtanulással? Egyszer már elkezdtem, volt egy fél évem, de visszaszippantott a versenyzés, és nem fért bele, ott kellett hagyjam. Ez a Károly Gáspár Egyetemen volt, egy japán szak. Ez fél évig tartott ez a láz. Az, hogy mire mennék vissza, azt nem tudom egyelőre, de Most csak a munka él, mert nagyon sok munkámban, nagyon sok projektben vagyok benne, úgyhogy ezek még várnak. Nem biztos, hogy erre mennék vissza, de maga csak a tanulás az mindig ott, mindig érdekelt, és mindig is, és nem fog erről letenni. Megkérdeztük, egy gasztrobajnoknak étellel lehet-e örömet okozni? Abszolút, bármilyen étellel, ha jó. Most már én is kezdek abba belemenni, hogy otthon mondjuk maximum 15 percet szánok főzésre. Úgyhogy nagyon örülök, hogyha valaki főz nekem, vagy elvisz ebédelni, stb. Úgyhogy ebben én nagyon hálás vagyok, mert végre nem nekem kell bármit is csinálni. Úgyhogy abszolút. Ennyi eredménnyel a háta mögött Ádám még mindig csak 26 éves. Mit gondol a további útról? Azt tudom mondani, hogyha 5 évvel ezelőtt megkérdezték volna, akkor biztos, hogy nem azt mondom, ahol most vagyok. Nem hiszem, hogy mertem volna akkorát álmodni, ami most megtörténik, úgyhogy inkább most sem teszem. Kedves nézőink,
Köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!